tanárok napi élményéhez hozzátartozik, hogy ilyen, mit tudom én, 25-20 kilós dobozokkal rohangászanak mondjuk napközben. Bassa, most már észre kellene vennünk, hogy ez egy másik korszak. És a fene enné meg. És nem én fogom megoldani a lovagi eszményemben ezt a kort, hanem az, akitől most elveszem a csatabárgyát, ő fogja megoldani. Tehát hagyni kellene, hogy csinálják, és maximum jó tanáccsal élhetnénk. Köszöntöm a kedves nézőket, egy olyan témával foglalkozunk ma, ami valljuk be az elmúlt hetekben, vagy talán hónapokban elég rendesen felkavarta a közvéleményt, aztán mindenféle vélemények pro és kontra elhangzottak, hát valószínűleg a mai műsorban is többféle vélemény elhangzik majd, de ez így is van rendjén. Iskolák, mobiltelefonok, diákok, valahogy így lehet összefoglalni a mai műsor témáját. Szervusztok, sziasztok, lányok, Dóri, Reni, Robi. Sziasztok! A lányokat mondta, csak gondoltam, hogy megfelelek az elvárásnak. Igen? Sziasztok, lányok, és szia, Robi. Szóval most már azért eltelt egy-két hét, szeptember, hát lassan a harmadik hét lesz a tanévkezdéstől, tehát egyrészt vannak valamiféle tapasztalatok, lehetnek fenntartások. Nézzük, talán kezdjük azzal, Dóri, te, mint szakavatott és aki benne vagy, már csak azért is, mert nem feltétlen vagyok én személy szerint nagyon képben, hogy miről szól maga a törvény. Ez a kormányrendelet, ami augusztusban lépett. Vagy rendelet, életbe, bocsánat, igen. Igen, augusztusban vált hatályos, és akkor is jött ki. Egyrészt megnevezi a tiltott eszközöket az iskolákban, ami egyébként tök logikus, furcsa felsorolás, mert a paritjától kezdve az és sok minden, nyilván a kés, és fegyver, és vegyi anyagok, és stb. És megnevezte a használatukban korlátozott tárgyakat, és ezek közé tartozik a mobiltelefon, a tablet, az internet elérésére alkalmas okosóra, laptop, amit teszem hozzá, a legtöbb gyerek most már rendelkezik olyan laptoppal, amit már központilag kaptak meg, de azt sem lehet. Egész pontosan elhozhatja az iskoláig, de ott úgy fogalmaz a törvény, hogy leadja. Ez a kifejezés hangzik el benne, és akkor itt jön a nagy kérdés, egyrészt az operatív kérdést, másrészt, ami viszont szerintem sokkal-sokkal fontosabb, hogy mit jelent az, hogy azok a gyerekek, akik eddig gyakorlatilag, mintha félkarukat vágnánk le, hogy megfosztjuk őket ezektől az eszközöktől, mert hiszen ebbe szocializálódtak, hogy rájuk milyen hatással van, ez az egyik. A másik az, hogy mit csinálunk ennyi telefonnal, kivállalja érte a felelősséget, hova zárjuk el, stb. Stb. A harmadik meg az, hogy azok a pedagógusok, akik rendszeresen használták, vagy használtatták a mobiltelefont, most is megtehetik, csak éppenséggel van egy körítés hozzá, tehát előre nekem azt be kell írnom a kréta rendszerébe, együtt kell a gyerekekkel elmennünk a mobiltelefonért, akkor azt órán használhatják, utána együtt visszük vissza, hát ez nettó 10 percet elvesz az órából, tehát nagyon sokrétű a kérdés. Életbe lépett, dolgozunk vele. Reni? Hát én tanúja voltam ugye ennek a rendelet értelmezésének az egyik iskola tanári karában, és nagyon sokan szidják a tanárokat is, meg a fiatalokat is, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az a mérhetetlen, fegyelmezett, közös munka, ami egyébként jellemezte a tanári kart, nem sok idejük volt, ugye? Tehát na, hogy egy pár nap volt arra, hogy ezt megoldják, mert én úgy tudom, hogy a rendelet úgy jött ki, hogy a későbbiek folyamán majd esetleg biztosítanak eszközöket. De ugye volt már tárolóeszközre gondolsz. Tárolóeszközöket, dobozokat, igen, és hogy ezt igazából az iskolák nagy része már ugye az első pillanattól kezdve bevezette. Van olyan iskola, ahol megvárják azt hiszem az október 1-jei időpontot, ami még mint lauf ugye meg van engedve. Tehát, hogy azt kell mondani, vagy összegezni, hogy nem nagyon tudtunk mással foglalkozni, mint azzal, hogy ezek a problémák hogyan lesznek megoldva. Tehát az a közös munka, ami felkészül mondjuk az évre,
akár a módszertannal, vagy bármással foglalkozik, azt így full leterhelte és elvitte ez a probléma megoldása. Nagyon fegyelmezett volt mindenki. Tehát, hogy nyilván voltak olyanok, akik megkérdezték, hogy mi van a felelősséged, de ezt megbeszéltük. Tehát, hogy tényleg itt az igazgatók annyira beleálltak ebbe a történetbe. Én szerintem példamutató egyébként, ahogy az iskolák tényleg mindent, ami eléjük kerül, azt megoldják, megvalósítják. Az egy másik kérdés, hogy ez így mennyire oké, vagy hogy mennyire van ez így rendben, hogy nem közös döntések alapján születnek meg ilyen rendeletek, mert hogy szerintem egy előkészítési folyamat azért jót tett volna ennek is, mind a tanárok szempontjából, mind pedig a diákok szempontjából. Úgyhogy ezt így mindenképp kiemelném. A mai napig egyébként ilyen óriás nagy fadobozokkal szaladgálnak a tanárok, ami nettó 3 kiló, és még abban az összes mobiltelefonban, ami brutális súlya van. Tehát, hogy most ezt csak azért mondom, mert nyilván ez nem fontos, de hogy azért ez a napi a tanárok napi élményéhez hozzátartozik, hogy ilyen, mit tudom én, 25-20 kilós dobozokkal rohangásszanak mondjuk napközben. Inkább a sanyagatás kategória, mint az élmény. Már volt olyan jelzés, hogy valaki nem úgy kapta meg a telefonját, és hogy ennek következményei lesznek, mert össze volt törve, stb. Ugye, tehát, hogy nyilván ezt tudtuk, hogy a rendelet ugye okoz, vagyis, hogy nem mindent oldott meg, mert ugye ezt nem kell ugye a szülő vagy az iskolának ezért felelősséget vállalnia. Tehát, hogy vannak ilyen kis problémák, de mindez végül is igazából elenyésző, mert minden bevezetésnél azért vannak nehézségek. Én majd egy picit másra térnék ki, miután Robi elmondta a véleményét. Én inkább arról szeretnék beszélni, hogy most mi történt azóta, mert ott túlestünk egy ilyen nagy traumán. Én szerintem mindenki példaértékűen beleállt, a gyerekek nem lázadtak, nyilván olyan szinten igen, amilyen szinten a gyerekek ugye azért mégiscsak fel, de senki nem szólt egy szót se, és mindenki jókatona módjára csinálja a dolgát. Ezt egy kicsit szomorúnak tartom, hogy senki nem lázadt a következő okok miatt. Ez egy olyan volumenű probléma, ha probléma, ez nekem nem is a probléma kategória egyébként, hanem egy inkább ilyen erőfitoktatásnak tűnik leginkább, amit a házirendben meg lehet oldani, mint ahogyan meg is volt oldva a házirendben. A házirendben tiltó rendelkezésként szerepelt az, hogy a iskolába való belépés után el kell tenni a táskába. Ez a normalitás. Ezt nevezem normalitásnak. Hogyha ezt egy kormányrendelet próbálja megszabályozni, azt én túlkapásként tudom csak apostrofálni, sehogy másképp. Ez olyan szintű beavatkozás, egy rendeleti szintű beavatkozás, ami mögött az ember sokkal mélyebb tartalmat várna. Egy nagyon precíz felmérést, hogy valóban nem lehet másképp megoldani ezt a problémát? Egyrészt. Másrészt, a tárgyi eszközök azonnali biztosítását is elvárnám. És most nem ellene beszélek, mert valóban egy jó dolog az, hogyha a gyerekek nem nyomogatják a mobiltelefont az iskolába, otthon, az utcán, a zebrán, bárhol, feleslegesen. De itt nem ez a hangsúly. Hát én úgy gondolom, hogyha valakinek van egy ötlete, hogy minimalizáljuk a gyerekek mobiltelefon használatát, és azt egy rendelettel, egy tiltó rendelettel tudja csak egy társadalomra ráerőltetni, akkor ott baj van a társadalommal. Ott nincs kommunikáció. Tehát ezt meg kellett volna beszélni előtte, de nem úgy, hogy felszínesen érinteni ezt a témát. Tehát az embereket meg kell tanítani minden eszköz használatára. Az emberek alapvetően először eltaszító magatartást tanúsítanak mindenféle újfajta tárgyi eszköz iránt, majd szerelmesek lesznek belé. Na ezt a szerelmet kellene a megfelelő mederbe tartani, mégpedig úgy, hogy a szerelmük tárgya nem folyamatosan megújul, és nem folyamatosan az alacsonyabb rendű igényeiket elégíti ki, hanem egy olyan oktatási rendszerbe kellene, hogy csöppenjenek ezek a gyerekek, ahol a mobiltelefon hasznára hívják fel a figyelmet. Még mindig ott tartok. Ez egy nagyon-nagyon hasznos eszköz. Az egyik legfontosabb tényezőként most itt a választások környékén folyamatosan azt hallottam, hogy a digitalizálás, hogy ez mennyire fontos, ez most ezzel teljesen szembe megy. Ez nem igaz, ez nem lehet normálisan, nem lehet azt mondani, hogy ez a Mikulás, hogy most akkor csokit kapok, vagy virgácsot, döntsétek már el. Hát ez nem egy korrekt dolog a polgárral szembe. A polgárnak tisztán kell tudnia látni mindig. Mindig tudnia kell, hogy mi miért történik vele, mit miért erőltetnek rá, vagy mit miért kérnek tőle. Én a kérésnél meg is állnék, mint egy ilyen
kulturális kitekintésnél, hogy, hogy 2024-ben miért kell korlátozni egy, egy használati eszköz használatát? Hát már álljon meg a menet. Hát valószínű, mert nem kérek, jó helyen és nem jó módon van használva. Akkor tessék megtanulni azokat a kommunikációs formákat, ahogy rá lehet venni a társadalmat arra, hogy a megfelelő módon és a megfelelő helyen használja az egyébként rendkívül hasznos technikai eszközöket. Szerintem az első és legfontosabb az az, hogy okokat tudjunk, mi célból történik. De már az első lépés előtt. Ok és cél. Így tehát, hogy, van. Hogy tudjam, hogy mi fog történni. Így még van. Kikérjem az ebben illetékeseket, érintetteket, a tanácsukat. Azt mondják egyébként, hogy az ember a szabályokat el tudja fogadni, amennyiben érti azokat. Igen. És én a gyerekeket bármennyire is sokszor azt látom, hogy egy kicsit ilyen hülyének nézzük, vagy ilyen lustának, meg mi használnak, meg olyannak, aki nem tudja, hogy mit akar, meg aki nem tudja, hogy minek mi az értéke, meg aki visszapofázik, meg aki fegyelmezetlen. Tehát, hogy egyébként, ha végighallgatnánk csak a felnőttek véleményt a gyerekekről, azt gondolom, hogy eléggé meglepő, hogy hogyan is vagyunk mi egymással itt ebben a társadalomban, mennyire tiszteljük a másikat, mert szerintem a gyerekeknek nagyon jó gondolataik vannak, és nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ők is emberek. Na mindegy is, hát hogyha egy gyerek érti valaminek a mikéntjét, meg a miértjét, akkor ő az betartja azt a szabályt. Ha nem érti, akkor adnak neki egy utasítást, ő lehajtott fejjel, vagy lázadva, vagy imittamot lázadva, vagy nem, tehát fogalmuk sincsen, passzívan. Mert én kérdeztem, igen. Tehát hogy én benn voltam az osztályokban, és több gyerektől kérdeztem azt is, hogy na és mi újság, hogy élitek meg ezt a dolgot? Nincsen semmi gond. Hát úgy elveszik néha kicsit izé, de hát, hogy végül is úgy el vagyunk, hát most így. Oké, tehát gondoljatok bele, hogy, tehát, hogy ez milyen dolog már, hogy... Tehát, hogy nem, hogy nem volt egyetlen egy mondat, amivel mondjuk én tudtam volna mit kezdeni, és ugye amikor megkérdezzük a gyerekektől, hogy oké, bevezettük ezt rendeltet, vagy a tanároktól, mit fognak mondani, azt fogják mondani, hogy rendben vagyunk. Volt egy, működik a dolog. Volt egy parancs, működik a dolog, és rendben vagyunk. És gyerekek, én tudom, hogy nem adják le a mobiltelefonjukat, onnantól, hogy adnak egy régit. Onnantól kezdve... De sajnos nem így van, Robi. De a probléma megoldódott. Valóban nem ez a többség. Nem így van, Robi. Nem ez a többség. Vagy nem viszik be, vagy leadják. Betartják egyébként a szabályukat. Igen, ez a tapasztalat 3 hét után, hogy betartják. Óvatosabbak, sokkal körültekintőbbek, mivel nem értenek ebből az egészből semmit. Nem ez a lényeg, Robi, szerintem sem ez a lényeg. Keresik. Tudom, mi a lényeg. Az a lényeg, hogy hoztunk egy rendeletet, és a rendelet gyönyörűen beváltotta hozzá fűzött reményeket. Ez a lényeg. Nem tudjuk, hogy mi a remények. De még ezt mondja Dóri, és ide térjünk egy picit vissza, mert hogy itt ez egy kicsit bennem is homályos, és nehéz segítenem a gyerekeknek azért, mert pontosan nem tudom, hogy ennek mi a... mik a főbb céljai, vagy tényleg mik azok a célok, amiket el kell, hogy érjünk. De egyébként most csak, hogy oldjam a feszültséget, az egyik gyerekem azt mesélte, hogy amikor megkapják a mobiltelefont, akkor nem mennek ki az osztályba, 10 percig mindenki némán nézegeti az értesítést. 10 percig meg sem mozdulnak, de hogy egymáshoz nem szólnak, és nem mennek sehova, 10 percig nézegetik a telefont. Igen. Az, én is azt látom, hogy amíg nem tud célt rendelni hozzá, vagy nem egyértelmű, nem tudom, láttátok-e, volt egy nagyon fiatal és nagyon értelmes leányzóval egy interjú, és használta azt a két kifejezést, hogy fegyelem vagy figyelem. Tehát mit akarunk? Azt akarjuk, hogy figyeljenek a gyerekek? Vagy azt akarjuk, hogy fegyelem legyen, mert hogy a kettő nem ugyanaz, és az eszköz sem ugyanaz kéne, hogy legyen. Tehát az a fajta korlátozás, erről már más témakörben beszéltünk, igen, tehát akár a közösségi média, akár a rengeteg internet használat, akár az, hogy folyamatosan online térben is léteznek ezek a gyerekek, meg remélhetőleg a valós térben is, okoznak elhajlásokat, félresiklásokat, nehezebben kommunikálnak az életben például. Amit én észrevettem, hogy nem tudnak olvasni a kis finom arcmimikából, hogy például mikor vagy sok, és nem tudja leolvasni a gyerek. Tehát, hogy az, hogy ezt ennek valamiféle gátot szabjunk, az jó dolog, hogy 24 órából x órát nem használhatják. Csak kérdés az, hogy mi mindent korlátozunk még ezzel. Én pedagógusként azt látom, hogy valamelyest azért nehezebb az órákon tevékenykednem, de például nem vagyunk elzárva az internettől, tehát nem arról szól, hogy becsukod a terem ajtaját. Én, mint pedagógus, fölnyitom a laptopot,
azon van internet, ott én bármilyen tananyagtartalmat betölthetek, kivetíthetek, stb. Annak az egyszerűsége veszett el, vagy spontaneitása, hogy most, amiről beszélgettünk, eszembe jutott egy vers. Nézzük már meg Vörös Martinak ezt is, ezt a versét. Nincs benne a szöveggyűjteményben semmi vész. Mivel van diák, wifi, biztos, hogy elérhető az internet minden gyereknek. Ez most elveszett. Tehát én ezt tapasztaltam, ugyanakkor meg azt látom, hogy a 12-eseim sokkoznak, társasjátékot hoznak be, tehát hogy egyébként megpróbálják értelmesen eltölteni azt az időt, amit eddig mondjuk a telefonnyomkodással nem tudjuk, hogy azok az értelmes időtöltése vagy sem. Próbálják, és ez meg igen. Nem tudjuk megítélni, mi ez pontosan. Majd elvén is szeretnék hozzátenni egy-két Ez egy teljesen már, én meg direkt nem érdeklődök, én figyelek. Nem akarom, hogy nekem elmondja valaki, mert abban mindig benne van az, hogy mit szeretne, mi a jelene, mi a jövője, és hogy honnan jön. Arra én nem vagyok kíváncsi. Én arra vagyok kíváncsi, hogy egy történet milyen reakciókat vált ki az emberekből. Hát mi szerintem a mi generációnk, vagy én inkább az én generációmról beszélnék, mert ti fiatalabbak vagytok, ne haragudjatok, hogy így megalázlak benneteket ezzel a garotokkal. De hát, hogy itt egy... Most nem hallottam, hogy ismételt meg. Hát, és nincs jelentős különbség. Nincsen, hál' Istennek, hát ti is 60 évesek vagytok, mint én, ez megnyugtató. Szóval, hogy én úgy gondolom, bemerem vallani magamnak, tudok ezzel együtt élni, hogy én mást tudok, mint a 17-18 éves gyerekek, vagy mondjuk a 17 éves fiam. Én másban vagyok jobb. Ők egy egészen más világot kaptak már, tőlünk, mert tőlünk kapták a mobiltelefont is, a rendszert is, az internetet is, mindent tőlünk kaptak. Elnézést, akkor ki a felelősség? És hát odaadok neki, egy parázslófát, hogy ezzel játsszál, gyerek. Nem. Hát az egésznek van egy alapvető szemléleti problémája. Tehát észre kell vennünk azt, hogy mi teremtettünk egy újfajta generációs szemléletet azzal, hogy tárgyi eszközöket biztosítottunk a gyerekeink számára, amik őket konkrétan elemelik az objektív valóságtól. Kezébe adom a telefont, és talán szidom, hogy ő milyen. De az a következő lépés. De ők ott ezzel a lehetőséggel teremtettek egy újfajta létezési formát, amivel mi már nem tudunk együtt mozogni, mert egyszerűen nem úgy jár az agyunk, de bele kell törődnünk. Milyen alapon mondunk mi értékítéletet bármiről is, amihez nem értünk. Hát ezt a rendeletet én úgy hoztam volna be, hogy az érintett, a tanárokat külön, és az érintett diákokat, akik nyilvánvaló módon az általunk teremtett alternatív valóságban élnek, kérdeztem volna meg az értelmesebbeket nyilván. Mert ilyen vagyok. Mi az, hogy az értelmesebbeket? Igen, tudom, hogy ez ebbe bele fogsz kérni. Mindegyik értelmes. Nem. De. Oké, nem. De. Oké, biztos, hogy benne, hogy nem. Mindenkinek van gondolata arról, hogy neki hogy jó, vagy hogy nem jó, így van, csak vannak olyan gondolatok, amik nem annyira fontosak, mint egy tájékozott, intelligens, felkészült ember, és most attól, hogy gyerek, tekintsünk el, egy felkészült embernek a véleménye. Vannak fontosabb, és vannak kevésbé fontosabb vélemények. Idő hiányában engem csak a fontosabb vélemények érdekelnek már, és életem hátralévő részében is alapvetően szelektálni fogok, és ki fogom rekeszteni azokat a véleményeket, jó. Amik nem megalapozottak, és ne adj Isten, még az ostobaság határát is súrolják. Tehát az ő véleményükre lennék kíváncsi. De nem arról, hogy most ez jó-e, hogy kikerül az iskolából a mobiltelefon részlegesen, tudom, meg mindenki, nem lett kitiltva, hanem fontos. Azokra a gyerekekre lennék kíváncsi, akik el tudják mondani, hogy számukra ez miért fontos, de rájuk senki nem kíváncsi. Itt rendeletek születnek. Itt azt mondjuk, hogy most ezt csináld, meg azt csináld, de ott van a konkrét felhasználó az alternatív valóságával, amit tőlünk kapott, és ő nem írhatja le, ő nem jelezheti, hogy neki ez miért fontos, és mit tud ebből nélkülözni. Na, azt akartam ehhez mondani, mert itt, tehát hogy én megkérdeztem őket. Megkérdeztem arról, hogy ők mit gondolnak erről, hogy elvették utólag a mobiltelefont. Csak hogy mondjam már el. És azt mondták, egyébként iszonyú együttműködőek. Tehát, hogy a gyerekek 95%-a amúgy tökre együtt gondolkozik a felnőttel, és hogyha van probléma, akkor ő hajlandó gondolkozni. És azt mondja, hogy egyébként egyetértek azzal, hogy a telefon ne legyen a közelünkben az órán, mert automatikusan is hozzányúlok, és azt fogom bögyőzni, hogyha nem tudom követni az órát, vagy nem érdekel, amit a tanár mond. Tehát saját magát fegyelmezi, ugye? Azért ez is egy kicsit érdekes
jelenség, de vegyük úgy, hogy nálunk ez így rendben van. Tehát lefegyelmezi saját magát. És erre azt mondja, de azt nem értem, hogy a szünetekben miért nem lehet nálunk. Az, amiket nekem mondtak, hogy nem mindenki tud elővenni, mert ugye ezeket végigkérdeztem. Társasjátékkártya, sakk, stb. Vagy nem szereti egyáltalán. Azt mondják, hogy igen, csak azért nem, mert vannak olyan iskolák, például, ahol nincsenek tantermeik a gyerekeiknek, tehát a gyerekeknek, tehát nem úgy van, hogy bemegy az iskolába, van egy tantermem, nem tudnak pakolni, hanem folyamatosan járkálnak. Tehát ugye befejezik az órát, összeszedi a kis cuccát, összepakol, még ott mit tudom én, mond kettőt a haverjainak, elindulnak, vándorolnak egy másik terembe, mire ott megérkezik, mondjuk kimegy pisilni, van mondjuk 3 perce, akkor én már nem veszek elő semmit. Kérdeztem, lehetne esetleg az, hogy fociznak, vagy nem tudom, valamit csinálnak. Nem, mert mire kikéri a labdát, lemegy a izért, tehát az sem megoldás. Beszélgetni, beszélgetnek. Igen, beszélgetnek. Az első 3-4 órában, hát 5., 6., 7. órában már eléggé elfáradnak, akkor már nagyon nyűgösek. És akkor már nincs mivel lekötni magukat. Ugyanis nem tudnak beszélgetni, mert 16 éve nem beszélgettek egymással ennyit, csak írásban. Tehát, hogy így súgy, nem biztos, hogy megtanulnak egymással beszélgetni, amúgy sem nagyon szoktak ahhoz hozzá, hogy valaki megkérdezze az ő véleményüket. Szóval, amit Robi mond, hogy tök másra vannak rá szocializálódva, és ez az időszak, ameddig a nyelvi kompetenciáik nem fejlődnek föl olyan szintre, hogy végig tudják értekezni az egész 8 óra hosszájukat, addig lehetne esetleg valamiben segíteni nekik, hogy úgy mondjuk az első 3 óra után a feszültség, amikor elkezd bennük nőni, akkor mit tudnak csinálni. Aztán volt olyan, aki azt mondta, hogy nem igazán érzem jól magam az osztályban, nekem nem ott vannak a barátaim, és baromi frusztráló, hogy magányosnak érzem magam, mert hogy igazából nem nagyon tudok ide beilleszkedni, és amúgy ezt tök sokan mondták, és ő nem tud a kollégákkal, vagy a barátaival ugye kommunikálni, tehát benne meg mondjuk ezért nő a feszültség. És, nő a feszültség. Nő a feszültség, és ezt úgy folytják el, ahogy minden egyes dolgot elfolytanak, és nem beszélnek róla, mert tudják, hogy nem, tehát, hogy nincs őszinte kérdés, mert igazából teljesen fölösleges a kérdés, főleg ebben a fázisban. Szóval, hogy azt kell értenetek, hogy gyerek nem hülye. Pontosan tudja, hogy mi történik körülötte, és nem azt tudja, hogy tehát sok mindent ért, szerintem sokkal több mindent ért, és az a baj, hogy ezekben a dolgokban is elég sok mindent értenek. Szerintem többet, mint amennyit mi szeretnénk, hogy értsenek. És mást, alapvetően mást értenek belőle, visszatérnék az alapfeltérésedre. Én biztos vagyok, hogy teljesen másképp rakják össze a világ. Még vannak meccés pontok, de az a meccés pont is néhány éven belül, mondjuk 50 éven belül el fog tűnni. Nagyon fontos az, hogy a kérdések, tehát vannak fontos és vannak kevésbé fontos kérdések, és vannak hülye kérdések. Igen. Attól függ, hogy hol és ki teszi fel azokat. Tehát a fontos és figyelemre méltó kérdés az talán májusban hangozhatott volna el. Kedves tanárok és kedves diákok, a két ellenfélt külön kérdezném meg, de hogy izé. És mindenki elmondhatná nem a tanárnak, hanem egy ilyen szupervizor jellegű. Érted? Mert hogyha te felteszel egy kérdést, mint gyerek mentális segítő, nyilván ez benne van az emberben ösztönösen, nem csak a gyerekben, a felnőttben is, hogy olyan a kérdésre adott válaszba bele fogja kalkulálni ösztönösen azt, hogy kitette fel a kérdést. Tehát nem azt mondom, hogy hazudik, hanem nem azt a valóságot fogja elmondani, amit egyébként gondol. Tehát ahhoz, hogy te megtudd, hogy egy gyerek hogyan gondolkodik erről, hogyan vélekedik erről, az egy olyan 150 éves munkának, pedagógiai munkának lehet az eredménye, és azt nevezzük úgy, hogy a tökéletes társadalom, a tökéletes oktatással. Hát ezekre a kérdésekre sajnos nem lehet 100%-osan appellálni, csak a megfigyelésre, az intuíciós érzékedre, és a mozgások sebességére és tartalmára. Tehát kénytelen vagy irányítani, anélkül sokszor, hogy kérdezni, ezt én tudom. Mert vagy nincs időd arra, hogy kérdezz, vagy hajszál pontosan tudod, hogy a kérdésedre adott válaszsal nem fogsz közelebb jutni a megoldáshoz. Hát ez egy sokkal komplikáltabb dolog, de térjünk vissza az alapokhoz, nem szeretek, mert jó évet kezd venni a történet, de nagyon-nagyon fontos az, hogy miért volt szükség erre a rendeletre, miközben a házi rendbe foglalt, azt is azt hiszem kötelező jelleggel kell leírni a házi rendbe, hogy amikor bemegy a diák, akkor kikapcsolt állapotból el kell tennie a telefonját a táskájába. Most ehhez képest mi változott? A tiltás, mint érzet változott, és a tanár lett leterhelve azzal, hogy egyrészt
egy jogilag értelmezhetetlen felelősséget kell vállalnia egy tárgyi eszköz épségéért, mert erre nincsen jogszabály. Tehát ha te elveszel egy tárgyat egy másik embertől, az egyrészt már jogilag megkérdőjelezhető, mert milyen alapon, azért, mert te tanár vagy, azt téged nem jogosít fel arra, hogy elvegyél bármit is, és aztán ráadásul még meg is őrizd, és ugyanabban az állapotban ad vissza. Erre vannak jogi keretek, hogy ezt szemlét kell végrehajtani a tárgyon, aprólékosan le kell írni, hogy milyen külső, érted? Ez itt nem tud megvalósulni. Hát tulajdonképpen nem történt semmi más, mint egy presszió érzékeltetése. Egy presszió érzet van rá nyomva mind a kettő társadalmi rétegre, aminek nincsen semmi értelme. Amúgy tudjátok, nincs, hogy ez nem kommunikáció van, hanem presszió van. Ha ezt be akarják vezetni, és azt mondom, hogy figyelembe veszik mondjuk például a korcsoportokat, én ezt általános iskolában felmenő rendszerbe vezetném be. Úgy, hogy elkezdődik első és első osztály, vagy alsó tagozat, vagy nem tudom hol, ahol a gyerek szépen hozzászokik, megmondom mihez, ahhoz, hogy vannak olyan helyek, például mint a dohányzás, amikor Magyarországon bevezették azt, hogy nem lehet benn dohányozni zárt helyeken. Olaszország őrjöngött, amikor náluk ezt bevezették, jóval később, mint nálunk, és azt mondták, hogy ebből felgyújtják az országot, ez biztos, hogy nem lehet megcsinálni, megcsinálták. Tehát, hogy azt megtanulhatja a gyerek, és ha még nem is látjuk ennek feltétlenül értelmét, és térjünk tényleg erre vissza, hogy mi a céljának a rendeletnek, de hogy, vagy ennek az intézkedésnek, de ha még nem is látják, azt el tudják fogadni, hogy oké, oktatási intézményben nem viszek telefont. De ahhoz általános iskolától kezdve ehhez szépen hozzászoktatjuk. De nem 17 évesen, meg 18 évesen nyúlok hozzá, mert hogy... Így van, mert hogy ők... Mert hogy ez olyan minden dolgot érintő, fájdalmas dolog, amit nem hisztek el, hogy ez hosszú távon nagyon gáz. Tehát, hogy ebben az a gáz, hogy tényleg nincs az az érzete, hogy tisztelne annyira engem ez a társadalom, hogy a rólam hozott dolgokat legalább megkérdezi tőlem. Tehát, hogy... Tudjátok, mi az ijesztő? Szerintem az, hogy én féltem néhány dologtól, amikor, hogy én majd most másnap becsöngetnek, és akkor ezt most így el kell mondanom, és hogy fogjuk ezt megvalósítani. Előző este a saját gyerekeimmel beszélget, hogy na, akkor szabad a pálya, ventiláljatok, mondjátok, mondták, és fölkészültem erre. Nyilván a kérdések, de miért? Amiért volt a leggyakoribb kérdés? És akkor nagy levegőbe ment a első tanítási nap, és akkor jó, hát akkor telefon elzár. Még az átmeneti időszakban mindenki a saját szekrényébe, és egyébként mindenki saját maga felel érte. Mi pedagógusok meg se érintjük ezeket a telefonokat, de ez ugye iskolája válogatja, nekünk szerencsénk van, mert diákok legnagyobb részének zárható szekrénye van, önálló szekrénye. Okay. És akkor így, hogy akkor most, akkor mi lesz most, és ezt én hogy fogom kezelni, és hogy ugyanezeket a miérteket hallom, és az volt az ijesztő, hogy oké. Eltesszük. Jó. Tehát vagy túl voltak ezen a ventilálós részen odahaza, vagy az, amit mondtál, hogy esetleg persze kitesszük, és lehet, hogy nem azt a telefont teszi ki, ami nem, egyébként internet. Nem, azt teszik ki. Higgyétek el, hát figyeltem, de... megfigyeltem. 90%-ban azt teszik ki. Meg tudod, hogy honnan tudod? De amikor én napközben ugyanúgy valamilyen osztályérdekű információ van, beírom a közös messenger csoportba, majd megnézem, amikor megnézi. És látom, hogy nem nézik. Tehát nem látom a kis fejecskéket, igen, hogy hány ember látta. Meg én látom, hogy oda megy, és ezért bekapcsolja, így le megmarnak. Csak úgy halkan mondom, hogy ezt le lehet tiltani a telefonról. Igen. Igen. Tehát, hogy azt, jó, hogy na, sok mindent mondtatok. Még nem eleget. Nem baj. Én azt gondolom, hogy azokkal én mindig óvatosan bánnék, amikor a tapasztalatokat mondja az ember, mert most, ha én meg elkezdeném mondani az én tapasztalataimat, ami meg egy pozitív irányú, tehát rengeteg gyerekkel beszéltem én is, meg pedagógussal is, és ők javarészt arról számoltak be, vagy azt nem mondjam, hogy bőven többségében, hogy tulajdonképpen ezt pozitívan értékeljük, őket nem viseli meg ez. Őnekik ez nem okoz olyan lelki és egyéb problémát, sőt, hogyha visszamegyek a... De nem egészen ezt mondtad. De hogy beletörődési együttható és felháborodási ez nem beletörődési és nem együttható. Tehát az egyik oldala, hogy amikor ilyen példákat és egyebeket hozunk, az ellenpéldát azt mindig ezerféle oldalról lehet. Amikor a technikai dologról, hogy hova teszük, és mondod, hogy
nem tudom, 3 kilós, meg hány kilós izéttel mozognak, én meg el tudom neked mondani, de most pont a Dóri is mondott olyan példát, hogy van, ahol már van szekrény és van bezárható, és nincs, tehát hogy ez nem egy általános. Nem mondom, hogy ilyen nincsen, de úgy előadni, de hogy ez... Nem az, hogy nem számít, csak ez úgy nem lett most fontos. Itt elmondva, mintha ez egy általános lett volna, hogy a tanárok ezzel járnak, ez így önmagában nem igaz. Azon túl, hogy én nem ebben látom a legnagyobb problémát, én abban bízom, vagy próbálok bízni, hogy a menet, mert azzal egyet értek, hogy ha valamit be akarok vezetni, akkor azt előtte nem egy héttel, vagy két héttel, vagy egy hónappal, hanem jóval több idővel készítsem elő, a tárgyi feltételeit biztosítsam, tehát eddig minden rendben van. Ez most nem így történt. Én nagyon bízom benne, hogy az első hét, az első hónap, akár az első, meddig menjünk el, fél évig, tök mindegy, az első időszak pozitív és negatív tapasztalatait összegezve módosítják, korrigálják ezeket a dolgokat. Elkezdik biztosítani a feltételeket. Hozzáteszem, sokkal jobb lett volna, ez előre van. De én nagyon bízom benne, hogy mondjuk módosítják ezt a rendeletet azzal, ha már ilyen technikai dologról beszélünk, hogy nem kell leadni, a táskádban is bennmaradhat. De valószínű... is meg volt. Igen, de valószínű nem működött. Tehát ezért kellett szigorítani. Tehát az rá válaszom, hogy azért kellett szigorítani valószínű rajta, vélelmezem, mert ami eddig volt, nem működött. Vagy azért, mert a tanár nem tudta betartani, vagy a diák. Figyelj, nem így csinálta, nem vagy lehet egyáltalán. Így általánosítani. Ezért azért mondom, hogy ez nem általánosítás. Azt mondták, mikor... hogy azért működik, mert megfogom és elveszem, mert én vagyok igen, az erősebb. Lehet, ez lehet. Ez miért probléma? Az én olvasatomban nem. De annyiszor föltettétek a kérdést, amire szerintem tök egyszerű válasz, és ti is válaszolni fogtok, már csak vagy tudtok válaszolni, hogy miért kellett, meg mi a cél. Látjátok-e azt, vagy kérdezem? Erre egyszerű a kérdés? Nem, a válasz. A válasz? Igen, szerintem egyszerű. Oké. Okay. Igen. Ez nem azt jelenti, hogy egy szavas a válasz. Ebben a műsorban nem egyszer beszélgettünk már erről az internetes, mobiltelefonos világról, a diákokra, a gyerekekre gyakorolt hatásáról. Mindannyian akkor azt mondtuk, és most ezért próbálom a választ is megadni, de mondjátok, hogy nem, hogy mert ezt ugye együtt beszélgettük, hogy óriási probléma. Itt is elhangzott, nem tudják kezelni, nem jól kezelik, az interaktív kapcsolataikat megöli, nem tud olvasni már a mimikából a gyerek rendesen, ezt most mondtad. Ezeknek én szerintem mind-mind azért van, mert az életüket átvette az internet, a mobiltelefon, és ez irányítja. Ezt már mondhatsz majd valamit. Már szét. Nem, csak majd szed már szét, mert most itt konkrétan az jött eszembe, hogy nem azt, tehát azt beszéltük, hogy rengeteg káros hatása igen. van szerintünk, van, ugye, a mobiltelefon használatának a gyerekek fejlődésére, szociális készségeikre, az agyi fejlődésükre, a kommunikációjukra, stb. Igen. Ez szerintem egyébként azért kérdeztem, hogy egyszerű, mert akkor esküszöm meghallgatlak, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex és összetett kérdés. Eddig mert rendben van. Azt tudjuk, hogy ez egy fejlődés, ugye ezt Robi 100 milliószor megpróbáltam már elmagyarázni ebben a műsorban, hogy elindultunk valahonnan, és fejlődik a világ valahova, hogy most ez a fejlődés, mondjuk megállítjuk ebben az időpillanatban, és megkérdezzük, hogy szerinted ez a fejlődés, ez mennyire mondjuk képviseli az emberek érdekeit, vagy mennyire jó hatással van ránk a jövőbe, ugye azért nem tudsz válaszolni, mert van egy dolog, ami mozdul, és annak van 100 féle továbbmozdulási lehetősége, tehát mondjuk valami rendeletet hozunk, azt már nem tudod megmondani 10 év múlva, hogy jó volt-e, mert 6 millió más dolgot is érintett, tehát egyszerűen semmiképp nem nevezni. Én ezt ennél sokkal egyszerűbb meglátom, ez azért fenntarthatom. Én azt értettem abban, amit te mondtál, hogy ezt a fejlődést 2024, mit tudom, január 5-én állítsuk meg, vegyünk el mindent, ami ezt a fejlődést okozta, minden de technikai eszköz, mert egy picit. De hát ilyen nincsen. Várj már. Minden technikai eszközt vegyünk el, mert azt gondoljuk, hogy ez a fejlődés ez most rossz irányba ment. És nem tudnám azt mondani, de hogy mondott nem, ilyet élnék bele, nem élném bele magam, mert azt gondolom, hogy van benne valami, hogy tényleg lehet, hogy jobb lenne, mert néha ijesztő.
De ugye ezt nem tudjuk megtenni, tehát hogy azt nyilván tudjuk, hogy nem tudjuk megtenni, hogy itt most, ma elveszünk mindent mindenkitől. Mindenfajta eszközt, ami eljutott idáig. Most nem akarom ezt ragozni. De azt megtesszük, hogy az iskolákból kivesszük a mobiltelefont, mert szerintünk a gyerekekre káros. És én azt szeretném... Nem káros? Várj meg kicsit, de csak hallgass meg, amit akarok kérdezni. Szerinted, ha most azt mondjuk, hogy káros, és én is, tehát tényleg együtt beszéltük ezt, hogy mennyi mindenben káros, akkor utána, amikor visszakapja ugyanazt a telefont a nap hátralévő részében, érted? Akkor ő arra a telefonra ugyanúgy ráfügg, és akkor délután 3 órától hajnal 3-ig fog telefon nyomkodni. Tehát most az a kérdés ebben a szituációban, amit te mondtál, Skuli, hogy oké, most igazából a gyermekeinket védjük attól, hogy ez a káros eszköz teljesen tönkre vágja mindenüket. Nem. De ez nem igaz, ugye, nem. Ebben a szempontból, mert akkor csak x órára veszem ki, utána 3-szor annyit fog vele foglalkozni, tehát ez erre biztos, hogy jó, nem megoldás. Jó, akkor válaszolhatnék? Tehát, hogy jó. Tehát én nem ezt mondtam, én egy kérdést tettem fel az elején, és tulajdonképpen a válasz az az, hogy a mobiltelefon azért azon túl, hogy ne legyen paskalaposak. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy nagyon jó dolgokra is használható. Az én szubjektív véleményem, amit egyébként nagyon sok felmérés alátámaszt, a mai fiatalok, én azt szoktam mondani, hogy 90%-ban negatív, ezt nevezzem én negatívnak, és 10%-ban pozitív dologra használják. Ez csak egy ilyen általános volt. Jó, csak itt állja meg egy pillanatra. Csak már nem megint, mondd, hogy fiatalok, mert ugye a felnőtteket ugyanúgy érinti. De most a fiatalokról beszélünk, tehát most a fiatalokról beszélünk, a gyerekekről beszélünk. Jó. A másik, bocsánat, a másik, hogy az megint egy kérdés. A tanórán a gyerek a tanulásra figyeljen, vagy arra, hogy nyomkodja a mobiltelefonját, ezt ne így képzeljétek el, hogy ott ül a gyerek és egész áll, és persze, nem így. Ezek így. A gyerekek több csatornán keresztül működnek, olyan módon tudják befogadni az infokat, hogy ő figyel, fölvillan a telefonja, anyám írt, elmarad az edzés, és kész. Meg se nyitja, tehát hogy nem ül benne, igen. És most ezt a szokást kell tehát valamilyen módon átalakítani. Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban is, amikor ez történik, elhiszem, hogy 5 felé tud figyelni egy gyerek, de mégis elviszi a figyelmet, akár egy ilyen 5-ször ránézek, meg 3-szor, meg 10-szer ránézek, elviszi a figyelmet a lényegről. Tehát én csak azt mondom, hogy a mindennek megvan a helye. Erre mondtam én, hogy akkor miért nem felmenően szerben tanítjuk? Ez lehet hiba, ha ezt nézzük. Erről lehet beszélgetni, de most önmagában meg ti akkor, arról beszélgettek. Meg akkor még egy kérdésem van, hogy miért nem lehet bevinni a laptopokat, Skuli, amikor rengeteg helyen használják már a laptopokat, mert hogy most elvesszük a telefont. A laptopot nem lehet bevinni? Nem. A laptopot beviheted, ugyan azt mondtad, hogy bele, elzárod, de és akkor vedd elő ezeket az eszközöket, ha arra szükség van. Hány tanár használja laptopokat órákon? Hát figyelj csak. A diákról beszélünk. De a tanár veti elő bele? Reálisan. Én nem tettük kötelezővé. Most azért kérdezem, mert közben ott van az a másik, mindjárt megfulladok. Okay. Szóval rosszul van, hívjunk ki hozzá. Tényleg rosszul vagyok, mert belém szorítjátok a sztorit. De hogy például közben meg ugye azt kell, hogy mondjam, hogy nem állt meg a fejlődés, ezt is tudjuk. És azt is tudjuk, hogy egyetemeken, meg cégek nagy részénél már olyan technológiailag felkészült gyerekeket várnak, akik mondjuk például az AI használatára is fel vannak készülve, amit most per pillanat nem feltétlenül tudok, vagy látok, hogy ezt reálisan, és nem mondasz nekem, légy szíves, Kuli, hogy ó, hát az informatik órán használhatnák, mert megkérdezném, hogy egyébként tényleg hol használják ezt. És ez most független a telefon elvételtől, vagy nem elvételtől, hogy igazából azért nagyon ebbe az irányba nem történtek fejlődések, és pont ugye azt mondják, hogy miért ezt mondjátok, hogy induljon a fejlődés el erre. De egyébként nagyon fontos az, hogy a mobiltelefont, ha nem használod indokolatlanul, az nem jelent, és az mondjuk tiltva van, az, hogy megtanítod-e
használni rendesen, a kettő az párhuzamosan tud menni. Tehát az egyik nem okoz. Most tényleg meg, hogy szólok, komolyan kezdek felrobbanni. Van három dolog, amiről akarok beszélni, és nagyon szeretném, hogyha el tudnám mondani mind a hármat. Egyrészt, akkor, amikor létrehozunk egy eszközt, és a tömegek rendelkezésére bocsátjuk, beleértve az összes korosztályt, akkor óriási felelősség terheli a vállunkat. Ezt át kell gondolni. Mit adsz oda a gyereknek? Odaadtuk. Tehát, hogy kezdjük már azzal, hogy mi van? Mi történt? Ki csinált ezt? Miért csinálta? Hogy van ez? Nagyon fontos kérdés az akkori szándék. Most jön egy következő szándék, miközben létrehoztunk egy új társadalmi csoportot, egy új létezési formát, a gyereket, aki a digitális kultúrának a részévé válik, és lehet, hogy téged zavar az, hogy belenéz, de neki az teljesen természetes. Hát a fejlődés, ahogyan beszélünk róla, azt honnan tudhatjuk mi, hogy nem-e erre tart? Mi van, hogyha ez a fejlődésnek a lényege, a magva, ez a sokszínű figyelemmegosztás és ezer dologra figyelés, és a dolgok, ha kell, kettes számrendszer szintű leegyszerűsítése, és ott abban az egyszerű szintben történnek majd a döntések, mert sokkal egyszerűbb, kicsikét nélkülözze az érzelmeket, de kit érdekel 2024-ben az érzelem. Tehát, hogy nem szabad így beleavatkozni. Egy tiltással, egy elvétellel nem szabad beleavatkozni. Óriási felelősség van a mi generációnk vállán. Tehát meg kell tanulnunk elfogadni a fejlődést, ami bizony egy csomó tételben túlmutat rajtunk. Addig a jó, amíg azt gondoljuk, vagy azt hisszük, hogy még mindig rendelkezünk olyan értékekkel, amire szüksége van az utánunk következő generációnak. De nem vagyok biztos abban, hogy ez így van. Nyilván mi másként nőttünk fel, más volt a neveltetésünk, nem is hallottunk ezekről a dolgokról, nálunk a személyes kontaktus volt a prioritás, a becsület, a hősiesség, az erő, és a többi, de lassan most már észre kellene vennünk, hogy ez egy másik korszak, és a fene enné meg, és nem én fogom megoldani a lovagi eszményemben ezt a kort, hanem az, akitől most elveszem a csatabárgyát, ő fogja megoldani. Hát hagyni kellene, hogy csinálják, és maximum jó tanáccsal élhetnénk, hogy srácok, én úgy gondolom, hogy, de azért gondolom így, mert 1900-ban születtem, igen, de ugyanúgy, amit rá gyakorol egy ilyen mobileszköz, nem ugyanaz, amit egy ilyen gyerekre gyakorol, meg sem közelíti. Ő ezt napi szinten, hogy mondjam, tehát, hogy ahogyan te megsózod az ételt, ő ezt úgy használja, neki teljesen természetes. Igen, Robi, olyan dolgokat mondasz, amikkel már van 10 év tapasztalat, vagy 20 év tapasztalat, és látjuk, már most látszódnak a negatív irányok. És amikor te a kezébe adsz egy eszközt. A gordiuszi csomót, a digitális gordiuszi csomót elvágod egy pallossal. Nem akarja senki megállítani. Dehogy nem. Ez nem erről Tudod, mit akarunk? Elmondom, mit akarunk. Hát, hogy te gondolod. Oké, és amit érzek, nagyon fontos. El akarjuk venni ezt a lehetőséget, mert veszélyesnek tűnik. El akarjuk venni, és majd mi megmondjuk, hogy hogyan. Oké, hogy elindultatok, és valamit teremtettetek, egy más élet minőséget és életformát, amihez lassan most már közünk nincsen, de ez nekünk nem jó. Mi ezt nem akarjuk. Ezért tiltásokkal, elkobzásokkal fogjuk beszűkíteni az élettereteket, és majd mi, akik ebből az egészből semmit nem értünk, amerre tart a világ, majd mi megmondjuk, hogy merre tartson. Hát ez, gyerekek, egy picikét talán súlyos és értelmetlen is együtt. Vagy pedig eddig ez egy olyan közlekedés volt, ahol nem voltak szabályok, mindenki ment össze-vissza. De volt szabály. Mi adtuk? Nem. Nekünk kellett volna szabályokról gondoskodni. Hát ez az, most kezdődik a csomót. Nem, most de kezdődnek nem. A szabályoknak a lefektetései. Ez nagyon éves történet. Nagyon-nagyon sok fiatal gyereknél, ez nagyon véres. És hidd el, hogy emellett megkap egy másik értelmezést is, pontosan azt az értelmezést, hogy nem kíváncsi senki a véleményünkre. Pontosan. Vegyük már külön, azt elmondtam én is, hogy az, hogy előtte meg lehetett volna kérdezni, meg lehet kérdezni. Most is meg lehetne. Meg most is lehetne, meg bármikor, de ez egy más történet. Nem, mert nem lesz rá válasz. Tehát teljesen fölöslegesen fogod megkérdezni, mert nem. A kérdés feltevésének időpontja és a kérdés feltevőinek a személye. Nem lehet most már, de most más kérdések. Megmondom, miről beszélgetünk. Arról beszélgetünk, hogy van-e értelme megkérdezni mondjuk a fiataloktól, és akkor itt most tényleg korcsoportokat egy picit válasszunk már külön, mondjuk 16-tól 19-ig,
van-e értelme tőlük megkérdezni, hogy ők erről mit gondolnak, vagy hogy szeretnék? Nincs, mert ez mindenkire él, és nincs más megoldás. Hát elmondhatja, hogy ő hogy szeretné, elmondhatja, hogy ő hogy látná ezt jónak, de az nem létezik, tehát tök fölösleges megkérdezni, és ebben ez a szörnyűskuli, hogy ő ezt tanulja meg, hogy igazából nem feltétlenül kíváncsi rá a rendszer, hanem megmondta, hogy ez van, és pont. De most egy teljesen más tanítás, dologról beszéltek most. Van. Hát ez a tanítás, ez a tanítás, az egy picit más tanítás, és hogy ez mondjuk így nem biztos, hogy hosszú távon jóra vezet. Ezt szerintem ezt nagyon fontos látni, mert hogy igazából ezt, mindenki ezt tanulta belőle, az iskola is. És azért mondják azt, hogy minden rendben van, jó van ez így. Hát én szerintem meg nem. Jó. Hogy az a véleményem, hogy a... Jaj, csak nehogy aztán ebből baj legyen. Hogy a mostani fiatal generáció, ezek a kamaszok, ezek most már nagyon veszélyesnek tűnnek számomra. Mire gondolsz? Mindenre. Arra, hogyan látják a világot, ahogyan próbálnak tenni azzal, ami nekik nem tetszik. Kimondanak gondolatokat, amiket mi a, nem tudom én, a második világháborús szülőkkel és az 56-os terhelt hozzátartozókkal nem merünk, mert nem vagyunk úgy szocializálva. Hát ezeket a gyerekeket bizony vissza kell terelni abba a hagyományos társadalmi rendbe, ahol mindig van az apa, aki az apa isten, és valószínűleg kézzel foghatatlan, akár még hülyeséget is beszélhet, de akkor is igaza van, és majd ő megmondja. Tehát ő ad, ő elvesz, ő dicsér, ő büntet, és nagyon kell rá figyelni. Tehát nem lehet csak úgy kitalálni dolgokat, és annak égisze alatt élni az életünket, mert abból anarchia lesz, nem szabadság, anarchia lesz, érted? Tehát, hogy abban a percben, hogy létezik egy társadalmi nyomás, a szabadságkeresők nem szabadságkeresőknek számítanak, hanem anarchistáknak, ami egy nagyon csúnya dolog. Közel nincs a kettőnek egymáshoz. De akkor ez azt jelenti, hogy jó, hogy vannak nem csak ez, igen, csak ezeknek a fiataloknak, mint a tyúkoknak, a reddeső tyúkoknak a tyúkketrecbe levagdossák a szárnya csücskét, hogy nehogy átrepüljön a kerítésen. Ezt nem tudom. Én tudom. Hát ez a mobiltelefonos kérdés szerintem nem erről szól. De vastagon benne van ez a történet. Gondolom, hozzá kell szokni a társadalmi irányítottsághoz, még akkor is, ha fel lehet tenni olyan kérdéseket, de hogy bocsánat, de már eddig is volt egy házi rendben egy tétel, miért nem arra helyeztük a hangsúlyt, hogy azt betartsuk, hogy betartassuk? Miért kell ezt kormányrendelet szintjén? Azért, mert a kormánynak bele kell szólnia ebbe is. Igazából engem az zavar, hogy most ez egy másik, ez egy társadalmi történet. Visszatérve a mobiltelefonokhoz, hogy miért nem lehetett például azt, hogy mondjuk ez máshol jó példa, okay? Tehát hogy jó gyakorlat, amikor a mobiltelefonokat befogják, mint munkaeszköz. Tehát, hogy ez azért kell, hogy a mobiltelefont befogják, mint munkaeszköz, akár videót nézni, akár nem tudom, hogy egy kicsit több fronton próbálnák megszínesíteni az oktatást. Ugyanis szerintem a legeslegnagyobb probléma az ott van, ugye azért nem tudom, te biztos rendes gyerek voltál az iskolába, én nagyon sokat unatkoztam. Tekergettem a hajam, meg feküdtem az asztalon, meg álmodoztam, meg stb. Mi tudtunk még álmodozni, mert nekünk sok csendünk volt, és a csendekben én más világokba jártam, véletlenül sem az órán. Ugye, ami nem érdekelt, az meg néha előfordult, és hogy akkor mi ugyanolyan jó gyerekek voltunk, és lekötöttük magunkat igazából, és vagy beszélgettünk, és akkor haragudtak ránk, vagy pedig álmodoztunk az órákon. Akkor sem voltak az órák feltétlenül érdekesek. A mai változások, amik ugye az elmúlt 30-40 évben történtek, és ugye ezt beszéltük, hogy én tökéletesen egyetértek veled abban, Skuli, hogy én is érzem ennek veszélyét mondjuk ennyi idősen, mint ahol most vagyok, és látunk egy csomó olyan dolgot, ami változott, viszont abban meg azt kell, hogy mondjam, hogy azért, amit Robi mond, igen, tehát hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, és nem tudjuk megállítani a fejlődés folyamatát. És lehet, hogy neked, meg nekem, majd amikor ott ülünk a felhőn, akkor így fogjuk a fejünket, hogy Úristen, hova lett ez a társadalom. De hogy ez egy folyamat, és hogy nem gondolom, hogy ezzel ezt meg tudjuk változtatni. Ha meg ezt nem akarnánk megváltoztatni, akkor meg azt gondolnám, hogy a gyerekek agyi változásaihoz kéne alakítani például a tanítási módszereket, hogy egy picit változatosabban tanítsunk, mert már mi se bírunk 3-4 órát végülni, meg egy órát, meg másfélt, meg hármat, és figyelni folyamatosan egy emberre, aki monoton a táblának beszél.
Mert még csak nem is neked, hanem a táblának beszél, és a rengeteg tanár, rengeteg tanár beszél, így ezt higgyétek de el. De megint ne általánosítsunk. Nem, csak mondom, hogy nem, ne hírj. Ezzel a tanári társadalom is egyetért, hogy nagyon jó lenne színesíteni, több mindent bevetni az órán. Ahhoz szerintem kellenének ilyen eszközök, de Dóri is... De rá is voltunk kényszerítve erre, a legkésőbb akkor, amikor a digitális oktatásra átálltunk több hónapon keresztül. Ha más nem, ott már nem tudtam más csinálni. Tehát ott már muszáj volt azoknak is, akik ezzel fogalkörömmel küzdöttek, mert azt mondják, hogy van még 3 év, én ezt már nem akarom fölvenni ezt a ritmust, teszem hozzá, ők is fölvették egyébként, és változtak. Én azt, tehát nagyon nehéz, hogy van egy csomó digitális tananyag tartalmam például. Rengeteget dolgoztam, 11-nehány éve, nem tudom, ismeritek-e az Anza TV-t, amilyen oktató videó, annak a 9-es irodalomanyagát én csináltam, 11 éve. És mondhatjuk azt, hogy kiadhatom házi feladatnak, vagy levetítem a közös projektoron, kivetítem, mindenki azt nézi. De közben nekem hiányzik az, hogy egyénileg mit produkálnak. Tehát az, hogy én egyénileg frontális munkát, vagy frontális oktatási formát választok, így van, ez a mai világban nem egy. Teszem hozzá, ott van, hogy nem én vagyok a cirkuszi hopmester és porondmester és bohóc, akinek az a feladat, hogy én szórakoztassam a gyereket, mert nem. De az igenis felelősségem, hogy a tudásom legjavát arra is felhasználjam, hogy érdekessé tegyem, hogy nyitottabbá tegyem őket, hogy megfelelő kérdéseket tegyek fel a megfelelő helyen, az is legalább olyan fontos, hogy beszélgessünk, de az is, hogy vannak bizonyos tananyagtartalmak, amik egyébként elérhetőek lennének, és egy kicsit most bonyolultabb ezt előhívni. Nem lehetetlen, mert használtathatod pedagógusként. Csak nem úgy ment, hogy csak jó, vedd a kezedbe, hanem hogy menjek. Tehát, hogy idő. Megy vele a drága idő, és kicsit azt érzem, hogy például említettem már nektek, hogy a szöveggyűjteményemben QR-kódok vannak. Igen, igen. A versek mellett, hogy ezt meg lehet hallgatni. És más nem kiadod, jó, akkor hallgass meg otthon, hogy egy kicsit halld már mástól is ezeket persze a verseket, egyébként ne csak tőlem. Egyébként azért jelzem, hogy a felnőtteknek szerintem, meg is az én korosztályomnak ez borzasztó nehézem, az, hogy most nekem az lenne a feladatom, hogy én különböző, vagy hogy digitalizáljam saját magam, vagy amit én tudok átadni, én belehalnék. Szóval azért ezt így hozzáteszem. Elmondanám nektek ennek az egésznek összegezném, hogy ez hogyan, egy ilyen utópista utópia. 2023-at írunk, és azt mondja az éppen aktuális oktatásügyi miniszter, van most ilyen egyáltalán? Nincsen, befura. Tehát azt mondja 2023-ban az oktatásügyi miniszter, kedves gyerekek, tisztelt tanárok, 2024 tanév kezdésre szeretnénk bevezetni egy olyan rendszert, ami távol tartja a mobiltelefonokat az iskolából. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, óráról, a tiétekre is. Óráról. A tiétekre is kíváncsi vagyok, és a tanárok véleményen is kíváncsi vagyok. Mint ahogyan már látjátok, elég készítettük a telefonok tárolására szükséges fiókokat a folyosón. Mindenkinek saját kis rekesze lesz, saját kis kulccsal, nem a tanár gyűjti be. A tanár esetleg ott áll a szekrényt, és nézni, hogy beteszi-e. Bejön, beteszi, bezárja, elviszi, és amikor elkészül minden iskolában ez a szekrényke, és mindenki tud róla, hogy 2024-ben ez bevezetésre kerül, akkor csinálunk egy próbahetet, gyerekek, és elmondom nektek, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Szeretnénk arra a rendszerre átállni, mivel elvonja a figyelmeteket a mobiltelefon az egyéb nem iskolához tartozó információival, hogy mindenki kap egy laptopot a tanórára, és az iskolának lesz egy szervere, ahol ti hozzá tudtok jutni mindazokhoz a digitális információkhoz, ami a tanulásotokat segíti. És ott lesz bent ez a rendszer, onnan ti bármikor le tudtok tölteni a saját cuccotokra, vagy telefonotokra akár bármit, de a telefont, mint olyat, mint eszközt, így megpróbáljuk a suliból kirekeszteni. Mi erről a véleményetek? Oké, meghallgattuk. Csináljunk egy próbahetet, a próbahét után mi a véleményetek, ez egy olyan szituáció, mit igen, a javaslat, hogyan oldjuk meg, hogy mindenki számára elfogadható legyen, és a többi. Ezt úgy hívják, hogy ez egy társadalmi szintű kommunikáció. Ez nem egy kormányrendelet, hanem ez egy olyan szituáció, amikor a kormány nagykorúként, értelmes, intelligens lényekként kezeli, mint a tanárait, mind a diákjait, és létrehoz egy olyan rendszert, ami
nem sokkolja a társadalmat a bevezetésével, és mindenkinek az épülését szolgálja. Tehát én egy ilyen országba szeretnék élni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? Ezt majd elmondjuk, hogy hogy leszünk ezzel, mert hogy a műsorról lejárt, azt mondtad, ez egy vége összegzés. Azt kell mondjam, hogy a Chilson oktatási miniszterelnökét, vagy miniszterét hallottátok. Valóban ez egy szimpatikus történet, amit most elmondtál. Bízzunk benne, én próbálok optimista lenni, hogy sajnos ezt előre kellett volna megtenni, de akkor most azt mondom, hogy a tapasztalatokat összegyűjtve, kikérve a véleményeket, ha nem előre, de legalább akkor utólag az eszközöket biztosítják hozzá, és mégiscsak elindul egy pozitív irányú folyamat ebben a kérdésben, és aztán az idő lesz az, sajnos, mint általában mindig, ami majd igazolja az egyik, vagy éppen a másik véleményt, vagy egy harmadikat, hogy mit váltott be. Nos, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy átbeszéltük ezt a egyébként szerintem nagyon fontos témakört. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Nézzék a Chilsont, legközelebb is várjuk majd önöket. Viszlát!